A jól ismert ballagó dalokat énekelve járták végig a végzős diákok a Szent Imre gimnázium tantermeit és folyosóit, hogy végleg búcsút vegyenek a szeretett intézménytől. A középiskolások életében az ezután következő események lesznek eddigi életük legmeghatározóbb pontjai. Innentől kezdve tényleg egy másféle életforma vár rájuk, tényleg kilépnek a nagybetűs életbe. Ez egy nagy fordulópont, és nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek megalapozott tudással lépjenek ki az életbe, és én azt hiszem, hogy Új-Budán ilyen módon nem lehet panasz. Valóban felkészülve és felkészítetten fognak érettségizni a gyerekek. A Szent Imre gimnáziumból 108 diák ballag el idén, a két 8 és egy 4 év folyamos osztály pedig az intézmény 100 éves jubileumi évében vehet búcsút iskolájától. Egymást érik a megható, megrázó megemlékezések, ünnepségek, országos és helyi újbudai Szent Imre városi versenyek, és ezen emellett pedig megy minden a maga normál ütemében, kerékvágásában, könyvkiadás, újságcikkek megjelentetése, úgyhogy zajlik nagyon dúsan a 100. jubileumi év. Az igazgató szerint a pedagógusok munkájában az egyik legfontosabb, hogy értékes útravalót adjanak diákjaiknak. Azt szokták mondani egy egyházi, egy katolikus iskolára, hogy biztos olyan konzervatív, nem feltétlenül az életre felkészítő metódust alkalmaznak, és én azt hiszem, hogy erre alaposan rácáfol a Szent Imre gimnázium. Igyekszünk nagyon életre való diákokat útra bocsájtani, ugyanakkor a küldetésünkből, a missziónkból kifolyólag mindezt az emberséggel, a hithűséggel és a szeretet mottójával megspékelve.